Na, lássuk, melyik tankos karaktert kapom most. Az előző az nem tankos volt, de na. Melyik közelharcos karaktert kapom most? Twisted Fate. Na, ott egy varázsló. Amiről nem tudom, hogy működik, oké. Oké, az Inquisitor. Swain. Jó, van Swain! Az a kedvencem, mert madaros. Legyek azzal, vagy inkább ne? Hát... hogy érzed? Azzal játszottam egynél több meccset, tessék? Annyira nem tudom, hogy melyik jó, meg melyik nem jó. Ahogy érzed. Twisted Fate mit tud például? Hát ő távolsági, tud tanulni, meg az ulti az, hogy teleportál egy távolabbi helyre. Szerintem az itt annyira nem jó. De nagy a range-e, tud pókolni meg minden, úgyhogy akár jó is lehet. Még kellene mókásabb az a játékmód? Twisted Fate. Jó, akkor legyen az. Resolve-on mi legyen? Kolosszus van most. Állítsd át valami damage-esebbre. Nem tudom melyik a damage. Hát így én sem tudom fejbe, én magamnak állítom. Benyel, beállítottam egy bal szerencse. A bal szerencse az jó. A single nincs semmi az amúgy, de az jó lesz. Calamity. Na, az pont jó, az tökéletes tiszt egy fétre. Én azért tettem azt, mert olyan van Dark Souls-ban is, akkor az biztos jó lesz. Nem, ez annyit csinál, hogyha ezt skill-el eltalálsz valakit, akkor egy ilyen üstökös jelenik meg és plusz damage-et kap. Dark Souls-ban annyit csinál, hogy felveszed, és annak csak az a kétszer annyi sebzést kapsz. Ja, a Calamity Ring. Ja, az van, a... tudottam. Már gyors összekrasoltam a játékot, és mit az, hogy lementem az asztalra eltállítani, hogy legyen kép. Nem igazán értem, hogy miért így van megoldva a játék. A Rakan az egy női karakter? Rakan? Nem, egy meleg férfi. Csak az ön... Csak mert látom, hogy ő is azzal ment, hogy minél kevesebb ruha van rajtad, annál jobb a páncélod. Ő már egy nagyon magas szintű karakter, ugye? Hát az ulti az, hogy elcsábít mindenkit. Nagyon kelleti magát. Abban mi a meleg? Jaj, már ilyen gyorsan megint a szökrösseltem. Neked az a taktikát, hogy már csak egy meccs, de csak azért, mert tudtad előre, hogy ez így két órán át fog tartani, mire betölt alapból. Calamity. És ezek a nagyon vicces skinek, hogy Nocturne felvett egy szellemi jelmezt, ha-ha-ha. Katarina meg nőként azt hiszi, hogy parancsnok lehet, ha-ha-ha. Parancsolt a konyhában. Ez most ott egy incel csatorna, ugye? Kezdve nyomni azt a szöveget, nézzük meg, hogy reagál rá a nézőbázison. Ma az a harnak világít a Neocortex-e? Ő az ultimate nice guy. De mérték meg az intellektusát. Ő még Rick and Morty-t is képes nézni, és megérti. Alice-nél annyira összezavaró, hogy nem értem, hogy hogy van a teste, hol vannak a végtagjai meg. Tehát ő most így fejjel lefele lóg, mert póka, vagy mi? Történik ez az a kép. Aztán odaadom valami posztmodell képet, képzeltem valami gólyát, vagy más madala táblázoló képet. Te meg férfi lettél? Igazi fiú lettél? Micsoda? Egy igazi fiú lettél? Ezt most mire mondod? Kidedek a képére, hogy két lábon állsz, lehet, hogy repülnél, mint egy gargoly, vagy ilyesmi. Állsz egyenesen, mint a férfi lennél. Itt mit vásároljak a Dorian Ringnek? Nem sok értelmét látom. Amit én. Ugyanazt, amit én. Nem tudom, hogy te mit vásároltál. Ez, meg ez. Istenem, be kell csukni. Amplifying tone, oké. Okay. Hol vannak a minionok? Hát, nem tudom, játszottál le már lollal, de azok nem egyből jönnek, hanem kicsit később. Én erre ne emlékszem. Oké. Okay. Még a szakállam is pont olyan, mint egy neckbeardnek. Csak azt kéne, hogy a cowboy kalapom helyett egy fedórát viseljek. Hát is feleltem, hogy Malazar az a mágikus hölcsög idéző karakter. Közötti már játszotok? Miért, hogy nálunk már megy a játék? Ez mire vonatkozik? Nem értem. Itt farmak, hogy ez normál játék lenne. Milyen kártya? A dupla mi csinálja? Kártyákat tudok választani. Az nekem mire jó? A sárgával tud beszanolni. A kék az manát ad vissza, az neked annyira nem jó szerintem. És most mondtam, a normál támadásaim azt tanulnak? Nem, csak egy, csak a következő. És a piros pedig lassít és területre sebez. Hú, ezzel rengeteget kell. Ezzel nagyon kell figyelni, hogy mi csinál. Ezt a követjában. Ez egy nyomás alatt vagyok. Mit fejlesztek a tombol, az Ampere tombol? Hogy
hogyha magyarul beszélsz, akkor tudok válaszolni. A könyvemből mit csináljak? Nem tudom, hogy kell használni az ultimat. Megnyomod az R betűt, és aztán megnyomod még egyszer, miközben máshol van az egered. Majd fél perc újra megpróbálhatom. Így most jönni fog valaki. Öljétek meg. Tanold be. Olyat nem tudok. Ahhoz át kéne váltanom a kártyámat, de ahhoz túl sok gombot kell nyomnom. Még nem vettem észre játékban, de nélkülön is egész jól látok. Hát annyira nem, mert van kettővel több tornyok, mint nekünk. És az annyira nem jó, mert boton egy kettővé egyben nem tudják megnyerni. Elég bosszantó. De ja, amint a tornyokat visszahozzuk, nyerésre állunk. De hogy ilyenkor ide jön valak. Még egyszer nem úgy tisztem el a meccsodat. Eltaláltam a csávót. Meg fog ölni az időbiző. Baron. Baron. Ja, hogy Baron azt tartal. Hol? Időtöngő a barátom. Nem. Jó volt az asszisztom, amit nem volt. Senki nem ért hozzá. Na mindegy. Fél másodpercig éltem. Ez nem az a fajta fan karakter, amire gondoltam. Olyasmire gondoltam, mint Mordecai ezer, hogy nem kell rajta agyalni, csak nyomom. Te csak nyomni akarod, a felelősségeket nem akarod vállalni. Pontosan. Semmi felelősség, semmi kártyaválogatósdi. Csak három képesség, négy képesség, amiket nyomogatok és magam előtt ütögetek dolgokat. Van az a skilled, ami három irányba megy, az eléggé jó. Gondolta, szerintem nem más az alkalmas, amit egyszer eltaláltam egy ember, hiszem. Nem tudok oda teleportálni? Oké, megtudtam az ultimat használni, és nem csinál semmit. Mert röjjök, de tényleg ez történt. Melyik gombbal fókuszáltam magamra, mert most nem tudom kinyomni. Z. Oké, megpróbáltam elultizni, és a kamerával kínlódok. Most hiába nyomom újra a V-t, továbbra is ugyanez van. Nem tudom kiszolni a kamerából, és az ultimat így csak a kamerámon belül tudom mozgatni. Hallod? Nem viccelek. De az Z betűt, hogyha megnyomod, akkor mi történik? Az se Z, V, G... Semmelyik nem csinál hát semmit. A Z-vel tudod lockolni, vagy hogyha angol kiosztás a billentyűzetet, akkor Y. Nem, azzal se. Akkor GG. De így az ultimat nem tudom soha vinni, mert azonnal visszarend a játék, és nem engedő, de nyomjam. Érted? Van egy darab, van egy passzív képességem, van a Q, amit tudok használni, csak nem találok el semmit. Meg van a dupla, amit utálok, és most az ultimat sem tudom elérni, pedig az csak egy fancy teleport. Nem is találom azt a bombját a karakter, vagy az a beállítások közösse, hogy... Nem igazért, hogy mit akarsz csinálni. A kamerát szeretném kinyomni, hogy ne fókuszáljon a karakteremre. A minimapon. Megvan. Igen, minimap. Fuck, de hol vannak a többiek? Itt vannak négyen. Én a kamerámmal harcoltam, most már készülök a valódi harcra. Le fogják fejezni a játékot. Ők vagy mi? Az enemy. De miért a blue-ra mennek? Ja, hogy nincsen végtelen hatótávja a teleportomnak, azt hittem. Hát nincs.
Még egyszer elhasználtam, úgyhogy nem használtam. Hát még szar az egész. Nem fogjuk befejezni amúgy a játékot? Hát igazából ők állnak jobban, mert hiába van egy csomó killünk. Van két inhibitoruk. Meg ott... Te melyik karakter vagy? Én voltam ebben a világháborúban Szerbia. Vagyis nem merők helyt álltak, akkor inkább Belgium. Most szinte nem volt semmi közöm ez a játékhoz. A puszta jelenléted ott így. Megvetett a szerződését. Puszta jelenlétem is demoralizáló szerintem. Miért sérülök ilyen hatalmasokat? Semmi nem bánt, de érzek. Simán megnyertük, mint minden egyes alkalommal, igen. De ez nem hozza vissza a ranked pontjaidot. Előtt is túl a ponton voltam, meg utána is, úgyhogy tök mindegy. Mi van a Diamondjaiddal? Diamond 4-0 LP. Hát nem lehet vissza, és hát nyilván visszavetésni, hogyha sokat elvesztek, de most kerültem fel Diamond 4-be, úgyhogy még egy ideig nem esett vissza. Mondod, hogy Honor a teammate, de senkivel nem találkoztam, szóval... Kaptam 400 kék eszenciát. Ez met? Szívi nem próbáltam. De mik ezek a szarok? Abból tudsz a hősöket venni. De hát most már hősök... Várja, régen is lehet hősöket venni? De mit gondolsz, hogy hogy máshogy lehetett volna hősöket venni? Ja igen, régen... De nem eszencia volt, hanem arany vagy nem tudom. Hát régen más volt a neve, meg minden meccs után kaptál X mennyiséget, most meg szintlépésenként kapsz. Mikor így mindenkinek a csapatársam közül kiírja, hogy S-eket kaptok meg S plusz, nekem pedig semmi, az azt jelenti, hogy értékezett. Neked is van értékelésed, azt meg tudod nézni, hogy mennyi. Nem akarom tudni. Talán a C a legrosszabb? Tényleg? Azt mondom, hogy D nincsen. Van, hát meg van F minusz, sincs. Sima meg pluszos. Van. Nagy megsértődjünk. Na jó, még egy, de tényleg ez a finálé, utána megyek a dolgomra, vagy az. A dolgom alatt azt értem, hogy megvacsorázok, meg játszok valami mást. A finálé. Négy meccs, ez a végjátékban vagyunk. Továbbra is várom, hogy kapjuk egy Mordekájt. Neked kb. Csak Mordekáj ezzel lenne, jó? Mert hogy nem nagyon van más spellcasterrel tapasztalatom. Vladimir! Na vele van még, az is jó. Mr. Putyin. Crimson Boys. Vele mi lenne jó? Elrontottam. Domination. Nem, hallod Gergő, segíts már. Le van nyomva most az egerem, de nem akarom rá kicserélni. Ilyenkor mit csináljak? Nem akarom rá kicserélni, mert elviszik Corpit előlem. De nem tudom elvinni. Altaba. De ne, még mindig ott van. De most nem is nyom az egeret, csak viszi magától az ablakot. Mit tudok én? De már, át akarom állítani a Masterik. Van... tudod mennyi emotom van? Egy. Köszönöm a lehetőséget, hogy kifejezzem magam. Amúgy be van nyomva a játékban a... Ja igen, ez a csapatcsat. Azt hittem, hogy minden egyes alkalommal mindenki hallgatta, hogy beszélek. Emlékszem, amikor Laci letöltött valami ilyen Final Fantasy copy MMORPG-t, és automatikusan bekapcsolta a webkameráját, amikor elkezdett a játszani. Nem emlékszem. És le volt fagyva az egész, ezért kilépni se tudott belőle, és úgy oldotta meg, hogy lehasalt az asztalra, amíg töltött a játék. És automatikusan bekapcsolta a kamerát, ő is látta magát, és akárki nézhette. Nem merek lemenni az asztalra, mert kikeres. Pent aki a kartus, más nevén The God Kira. Akkor anime fan vagyok, hogy láttam a Death Note-ot, és mást is nem. Nekem nem sikerült megszeretnem az animét, akár hogy próbáltam. Nekem automatikusan egyik sem tetszik. Oké, opa. Ez nem életkortól függ szerintem. Már nem keresedek ki talán. Bár ne vegyünk rá mérget. Oké, kikereseltem. Ez meg. Tehát bármikor lemegyek azt a játékot, kikeresed a játék. Most direkt megvártam, hogy betöltsön. Ilyenkor mi van? Olyan hány meccset kéne játszanak ahhoz, hogy így rendeltetésszerűen használd a játékot? Az én hibám, azt mondod. Did you know, Zillion is a survivor of Aesatia destruction by the void? Ki a faszom az a Zillion?
Hello játék. Topra menj szerintem, én megyek midre. Majdnem meghaltam. Na híled magad vissza. Jasó itt még idegesítőbb, mint egyébként. Jasó az mindenhol vékenység, hogy ezt nem menni szerintem a skilleit, úgyhogy annyira nem számít. Az addig erős. Most már meghaltam én is. A szövetségesem, aki topta szokott jönni, nagyon halni akar. Olyan kis zöglődős. Most nem állunk annyira jól? Hát ki tudja. Egyelőre nem. Meg erősek, amúgy jó hősöket kaptak. Azt nem mondod. Még tudják is, tudja is használni a bunkós sajszél képességét. GG nyertünk. Vigy egy picit erős. Ja, várjál, kettő maszkot vettem annak, hogy észrevettem. Ah, nem baj, van kettő maszkom, de két arcom ült egy. De ezek cipőből nem lehet ennyire többet venni. Azért, mert az előny lenne. Két cipő, érted? Uh-huh. Két maszk nem az. Nem, az hátrány, mert nem kapod meg a passzívját kétszer. Eladjam az egyiket, vagy most már inkább ne? Hát előbb-utóbb el kell adnod, de majd csak akkor, hogyha tudsz. Meg nem kapom el az ability power, de rögj. De csak azt vettél semmi már. Gyors megjött és megölt. Nem is látom, hogy hol van, bazd meg. Csak ide jött. Mi az aki? Eléggé erős a víz. Titeket is a víz csinál ki? Oda menj, aztán megöl mindenkit. Hát most már igen, mert annyi kill kapott. Bocs, hogy megetettük. Na, itt van. Ha mondjuk közben így akár minden finiselek, vagy nem tudom. Na, vettem valamit, ami nem a maszkom. Én mindig kettő maszkom. Igen, de... Még van helyem. Olyan, mint ami nekem is van. Nem tudom, mi van. Eladtam az egyik maszkot, oké? Brand az, hogy kivégeztette magát. Megérkeztem, majd meghaltam. Megjöttem. De lefejeltem az erdőt. Ajaj, közben defenni kéne a papat. Igen, végközben végigviszi a pályát. Na mindegy, végül is szedtünk egy inhibitort mi is. Meg a baron kéne most már, és akkor tudunk finiselni. Csak mi hárman szedtünk inhibitort, meg egyedül. Létszén, ölj meg! De... Hát ez egy kicsit igazságtalan. És még a baront is belopta. A... Nem elég okosak ahhoz, hogy beszedjék a heráldot, úgyhogy... Vízette be a baront? Belopta a Miss Fortune. Az a van, hogy a brand az így... Hogyha nem egyedül vagyok és megnyom egy betűt, akkor így azonnal meghal mindenki. Ja.
Megszerzem most a zöld HP regenes köpenyt és egész jó leszek. Jó, mehetünk minden finiselni. Befejezzük innen, megnyertük. GG, hát legyőzhetetlenek vagyunk. Vladdal legalább tudom, hogy mit csinálnak a képességek, pontosabban eszembe jutott. Na, eddig 100%-os győzelmi arányod van. Most így is maradhat, mert én megyek szerintem, köszönöm a játékot. Jó. Jó étvágyat. Igen. Mondtad, hogy mész kajálni. Mondtad, hogy jó étvágyat. Igen. Kaptam még több metet. Ez a biznisz. Nézd meg, hogy milyen tisztaságú is eladható drágábban. Ó, várjál, most össze lehetek SS. Mert kaptam hozzá egy ládát. Na. A megyek. Jó, oké, ki nyomodik a hang. Majd is egy dive out. Sose tudom meg, mit akart mondani. Na de honnan látom? Darabot kaptam, beletettem az egész embert, hanem csak egy... Jó, oké, ilyen nem nincs. Jó, ha egyszer kiderül, hogy nagyon nagy fanja vagyok annak a hősnek, akkor persze. Mintha játszanék ezzel bármikor még. Halló.